Hat énekkar, 4 felnőtt és 2 gimnáziumi kórus vett részt az idei székesfehérvári kórus találkozón, amelyet 8. alkalommal szervezett meg az Alba Régia vegyes kar. A rendezvény mindig több dologra ad lehetőséget. Ugyanott, ugyanabban a közösségben, abban a városban énekelünk, és hát egy-egy kanyarban néha találkozunk, vagy egy-egy olyan oratórikus esten, amikor több kórus együtt énekel. De egyébként hát mindenki ássa maga a gödrét, ott, ahol éppen működik, meg megy szerte a világban, és jó találkozni, jó egy kicsit megmutatni egymásnak azt, hogy mit énekelünk, mivel foglalkozunk, mit szeretünk, hogyan képzeljük el, hogyan képzelünk el egy-egy művet, és ezzel hát egymást is segítjük, bátorítjuk, tapasztalatokat szerzünk. Az első kórus találkozót még 2010-ben szervezték meg Székesfehérváron. A Covid-járvány alatt nem tudtak találkozni az énekek szerelmesei, így idén még nagyobb öröm volt az énekkarok számára, hogy műsorukat megmutathatták egymásnak és a közönségnek. Már önmagában is egy kórus találkozó egy nagyon jó dolog. Nekünk különösen, hogy ez székesfehérvári kórus találkozó vendégei lehetünk várpalotai kórusként, és már nem első alkalommal. De úgy gondolom, hogy most itt a Covid-járvány utáni időszakban még kiemelt fontossága van egy ilyen találkozónak, hiszen tudjuk, hogy sok kórus ez alatt az időszak alatt megszűnt, és mi újra együtt tudunk énekelni, ez nagyon nagy dolog. A kórus találkozón 20. és 21. századi zeneszerzőktől hallhatott műveket a közönség, de születésének 140. évfordulóján főleg Kodály Zoltán alkotásai csendültek fel. A Primavera kórus, az Alba Régia vegyeskara, a Kodály Zoltán gimnázium leánykara és vegyeskara, a várpalotai bányászkórus és a Vox Mirabilis kamarakórus előadásában.